Csernyászki Norberttel beszélgetek, két apropója is van a mai beszélgetésünknek. Az egyik az, hogy nemrégen ugye 200. NB1-es mérkőzésedet játszottad le, a másik pedig az, hogy hamarosan következik a Debrecen elleni meccs, ahova téged ugye szép emlékek fűznek. Hát kezdjük akkor előbb a 200. mérkőzéssel. Mit jelent számodra az a szám? Tervezted-e, hogy legalább ennyit fogsz majd védeni NB1-ben? Hát igen, elég későn, 28 éves koromtól kezdtem el folyamatosan védeni, bár ugye ez a kapusoknál nem nagy gondot, szépen kivártam a sorom, még elkezdődött így a számlálás. Természetesen azt azért célnak tűztem, hogy legalább egy 200-250 első osztályú meccset szeretnék játszani, úgyhogy eddig egy kis határa, amit kitűztem, az megvan. Tehát lehet azt mondani, hogy elégedett vagy a pályafutásoddal? Még nem szeretnék számot vetni, de... Hát az eddigi. Az eddigivel így van. Tehát eddig nem igen csinálnék más. Tehát úgy gondolom, nagyon sok mindent elértem. Nagyon szép sikerekben volt részem, úgyhogy még bízom benne azért, hogy még van egy jó pár meccs, ami szintén szép emlékekkel szolgál majd. Hát említetted a szép sikereket, ha ezt meccsre bontanánk le, akkor melyikre emlékszel a legszívesebben? Hát nehéz azért 200-ból kiemelni egyet. Hát voltak talán így a közeljövőben tavasz a Diósgyőrben, amikor nyertünk 2-1-re, akkor azért igen csak hozzá tudtam tenni. Ugye amikor második lett a csapat abban az évben, menetelésnél is sok 1-0-ás meccsünk volt, 2-1-es, 11-eseket védtem, mert csak nem volt jó pár, tehát itt a Pakson, talán a tromszői siker, de hát ugye az Európa Liga volt, úgyhogy úgy egyet nehéz ennyiből kiragadni. Említetted, hogy akár 250 is lehetne ebből, lesz? Én nagyon bízom benne, tehát ugye ha végigvédem ezt a szezont, akkor az azt jelenti, hogy nyáron 2-20-nál járok, és ugye egy év 30 meccsből áll, tehát tényleg valahogy lejár a szerződésem, az a jövő zenéje még, de úgy gondolom, hogy egy-két év még simán van bennem, tehát az egészségem is engedi, a klub is úgy akarja, akkor én szerintem simán lehet. No, hát ugye a jövőről beszéltünk, hát a nagyon közeljövő az nem más, mint a Debrecen elleni bajnoki mérkőzés ugye szombaton. Milyen esélyekkel nézzünk el ennek a meccsnek? Hát minden meccs, amíg el nem kezdődik, addig 50-50%, tehát ezt tartom nehéz. Tehát olyan érdekes vízhangok vannak az utóbbi hetek mérkőzéseiről, pont így böngészve a tabellát, hogy most menjünk a Debrecenhez, a másik helyezett csapathoz, tehát az elmúlt négy és a lendő, tehát ez az öt meccs, az első öt helyezettel játszunk, ugye egyik csapat se tudott megverni minket, tény és valahogy mi se tudtunk győzni. Az is igaz viszont, hogy az MTK ellen azért már volt kivetni való játékunkba, tehát össze kell kapni magunkat szombat estére. Ugyanakkor talán az esélytelnek nyugalmával is készülhetünk, veszteni valót nincs, de nagyon szeretnénk már győzni, úgyhogy én bízok a csapatban, rengeteg munka van bennünk. Az elmúlt két hónap ez tényleg elég intenzív volt, úgyhogy én most már nem bízom benne, hogy egy meglepetés eredménnyel elindulunk, és akkor szépen tudjuk zárni ezt az őszi szezon, mert azért még ugye 5 mérkőzés van. Utána kell azért ott lenni a legalább 8. helyen, mert én azért legalább oda várom a csapatot. Úgyhogy hát most az első lépcsőfok a Debrecen. Neked milyen Debrecenben játszani? Én nagyon szeretem a várost a mai napig. Úgy már ez a hogy visszamegyek volt csapatom ellen játszani, azért már csak 4. éve itt vagyok Pakson, tehát azért ez már úgy csitult elég lényegesen, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy közömbös a város, mai napig vannak ott nagyon kedves barátok, ismerősök, úgyhogy szívem csücske maradt Debrecen, meg az is maradt, tehát nagyon szép sikereket ért ott az ember, azért azt nagyon szívesen emlékszik vissza rá, úgyhogy hát meg maga a légkör, bízom benne a hideg idő ellenére, hogy azért csak sok néző lesz ott, azért mindig jó hangulatú mencsek vannak, sokkal jobb egy ilyen mérkőzésen játszani. Úgyhogy hát várom már nagyon szombat estét. Hát mi is várjuk, és bízunk akkor ebben a meglepetés győzelemben, illetve hát kívánom neked, hogy beszélgessünk majd a 250. vagy akár a 300. NB1-es mérkőzésed után is. Így van, így legyen.